A Vörösmarty Társaság szervezésében az irodalomkedvelők ebben az esztendőben is emlékestel tisztelegnek a 2010-ben elhunyt Sobor Antal, József Attila és Szent István díjas író, festőművész, pedagógus, Székesfehérvár díszpolgára emléke előtt. Nagyon fontos, és azt hiszem, hogy nagyon is szükséges egy emlékest, amit megrendezünk Sobor Antal írásaiból, egy felolvasó est. Nem azért, mert az ő emlékezetét ébren kellene nekünk tartani, hiszen hát itt él szinte közöttünk, hanem azért, hogy azok számára, akiknek olyan sokat jelentett ő itt Székesfehérváron, azok számára szerezzünk szép pillanatokat. Az emlékesten Sobor Antal írásaival, illetve a Fehérvár Televízió felvételeivel idézik meg azokat a felejthetetlen pillanatokat, amelyek immár a magyar és a székesfehérvári kulturális élet és irodalom történet legszebb pillanataihoz tartoznak. Prózai írásokat fogunk felolvasni, és televíziós felvételek bejátszása is fogja színesíteni. Tehát gondolom, hogy abban az 1 óra 20 percben egy igazán méltó emlékezés lehet, és méltó pillanatunkat. Némi kis fájdalommal is, mert hát azért nagyon hiányzik Sobor Antal nekünk. Az esten elhangzik majd Sobor Antal mára is érvényes üzenete. Csak is a nemzeti kultúra oltalmazhat meg bennünket valamennyire a globális elbutulás, a science fiction ízű világkormányvíziók, a küszöbön álló totális energiaválság, az elharapódzó éhséglázadások és a fenyegető vallásháborúk közelgő sötét korszakától, csak is a magyar nyelvhez és tradíciókhoz kötődő kultúra révén maradhatunk sorompóban.